Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Sziasztok, barátaim! Ez itt az igazi Dopeman TV adása. Benne pedig a Doperatív, a törzs fejével, Laci királlyal. A guru valakiben csalódni fogsz. Ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel az igazi Dopeman TV YouTube csatornájára. Képzeljétek el, átléptük organikusan a 40 ezer követőt, úgyhogy irány az 50 ezer, tartsatok velem, és enjoy the ride, úgyhogy nagyon köszönöm a követéseket. Ízlésetek és ízléstelenségetek szerint lájkoljátok, diszlájkoljátok, de mindenféleképpen kommenteljétek a tartalmakat, és osszátok is meg. Ami még nagyon fontos, hogy nyomjatok rá a kis harangra. Az rettentően fontos, a kis harangozás. Aki a Facebookon követ, az nyomja meg a subscribe gombot, és reagáljon a tartalmakra, amiket lát itt a Facebookon. Tehát egyetlen módon tudunk megfelelő úton terjedni, ez pedig úgy van, hogy reflektáltok, beszélgettek, lehetőleg emberi hangnemben, akkor is, hogyha nem értünk egyet, vagy nem értetek egyet, és hangulatjeleket nyomkodtok, emojiket küldözgettek. Kövessetek be az Instagramon, nagyon fontos. Aki koldulni szeretne látni, az jöjjön a TikTokra, ott is megtalálható vagyok az igazi Dopeman TV official csatornáján, úgyhogy ott meg lehet nézni, hogy hogy koldulok drága ajándékokért, és a sorsnak és a karmának hála külditek is. Egyébként fogok csinálni a koldusságról majd videót, hogy ez igazából miről is szólna. Fönn vagyok a Twitteren, a Redditen, és van egy külön bejáratú Dopeviber mafiám is, ezekhez is lehet csatlakozni, úgyhogy gyertek, várlak nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel, és ha akarjátok, támogathatjátok a tartalomgyártást a Patreonon, www.patreon.com/igazidopeman.tv, vagy pedig PayPalon, majd azt a linket beírom a leírásba, illetve bankszámla számon jöhetnek a makroadományok, ne csak a Partizánnak a pénztárcáját hizlalják az emberek. Lesz Dharma Est, szeptember 15-én a Mizaru Mambo kávézóban, hogyha minden jól megy, oda is várok mindenkit rengeteg szeretettel, gyertek, és igazából talán mindent el is mondtam, amit akartam. Amit meg nem mondtam, azt elfelejtettem. De ami még fontos, ugye Nem így terveztem című új videóklippemet, azt nézzétek meg a YouTube-on, ha még nem láttátok volna, és osszátok is meg az ismerőseitekkel. Számomra ez egy nagyon fontos dal, és fontos az üzenet, és szerintem sokat mond nektek, és nem sokára jön az új klipünk is, a Cigi meg Hell. Ami még nagyon fontos, hogy a www.zenerge.hu oldalon újra rendelhető a Zenergy, rendeljétek, amíg a készlet tart. Oké? Addig rendeljétek, most a készlet az elég szűkös, de most jött friss áru, úgyhogy a viszonteladóknak is jutni fog, illetve megrendelhető a webshopon, vagy a Bio Nagykerből. Na ez az, amit így el akartam mondani. Közkívánat volt egyébként, hogy nyilvánuljak meg Tóth Gabi ügyében. Jutott is eszembe ezzel kapcsolatban pár gondolat, úgyhogy ha nagyon szeretnétek, akkor csinálok egy ilyen videót, ami egyébként elsősorban nem Tóth Gabiról és a párkapcsolatáról fog szólni, de egy remek felütést ad annak a témának, amit szeretnék kifejteni. De múlt héten már ígértem nektek egy Orbán rendszer elemző videót is, hogy kicsit próbáljak egy ilyen tágabb rálátást, vagy valamiféle megértést adni azzal kapcsolatban, ami történik, mert én úgy látom, hogy indulatoktól, érzelmektől, elvektől és eszméktől elvakulva, és túlfűtve nem értitek, hogy mi a történések lényege, és ezért nem is tudjátok a jelenségeket a helyükön kezelni, akármilyen oldalról közelítetek is. De mielőtt ebbe belekezdenék, egy kicsit kitérnék arra, amit most az Indexen is lehoztak, illetve hát nagyon örülnek neki a független objektív sajtónak a munkatársai, hogy a Szigeten tartott Krúbi koncerten több ezren mondogatták, hogy mocskos Fidesz, illetve utálták az Orbán Viktort.
és hogy ez milyen jó, és ez a jele annak a társadalmi elégedetlenségnek, ami forrít ebbe a diktatúrába, amiben mi éppen vagyunk. No, meg is nyilvánultak mindenféle oldalról, egyébként kormánypárti oldalról is, hogy ez egy ilyen sútyó prosztó dolog. Na most én szeretnék valamit egyébként ezzel kapcsolatban így megosztani veletek, aztán persze mindenki gondol róla azt, amit csak szeretne, de ami a lényeg ezzel kapcsolatban. Tehát én nem kövezném a Krúbit a kormánypártiaknak a helyében, ő egy fiatal rapper, egy előadó művész, és egy fiatal rapper előadó művésznek, ha egyetért a rendszerrel, ha nem, ha bizonyos dolgokban szinkront vállal, hanem ha teljesen ellenzéki, akkor is. Tehát egy művésznek a feladata a rendszer kritika. Ezt teheti többféle úton, módon. Én itt a vulgaritást nem szeretném cinkelni vagy kritizálni, jellemző a művészetemre nekem is, és ugyanígy jelen volt régebben is ebben. Tehát én azt gondolom, hogy egy fiatal rappernek mi mást kéne csinálni, mint a kormányt szídni, meg a miniszterelnököt. Attól függetlenül, hogy a miniszterelnök hogy végzi a munkáját, vagy milyen módon teljesülnek azok a fajta törekvések, amikre ő törekszik. Tehát ezzel szerintem az ég adta világon semmi gond nincsen, tök oké, tök rendben van, és ennek a megfogalmazásnak és ennek a véleménynek is helye van a popzenében, a kulturális szcénában, ennek nyugodtan meg lehet történnie, ezzel semmi gond nincsen. Sőt, azt gondolom, hogy ilyenkor egy kormánypárti oldalnak a pocskondiázás helyett, most már mondjuk pocskondiázásá szelídült ez a fajta dolog, inkább megfelelő, kikezdhetetlen érveléssel válaszokat kell adni azokra a felvetésekre, amikkel mondjuk a művészél, hogyha tesz ilyet. Mert hogyha csak úgy szidja a rendszert, azzal kapcsolatban nem sok mindent lehet tenni. Tehát, hogy most Orbán vert ki a Ferinek, tudod, erre nagyon sok választ nem lehet adni, hát az Orbán nem fogja kiverni a Ferinek, mert ugye nem akarja, persze ez feltételez köztük egy ilyen Batman és Joker viszonyt, tehát én értem ezt a dolgot, de ami a lényeg, hogy ha ezen túl valamiféle rendszer kritikával él, mint például az NWA a Fuck the Police-ban, ahogy rendszer jelenségeket bemutat a közönségnek, akkor erre érdemes egyébként egy elitnek, egy kormánynak megfelelő válaszokkal szelídíteni ezt a hozzáállást, vagy olyan irányt mutatni, amiben esetleg fejlődik a felvetett kérdésekbe. De mi még a tanulsága a Krúbi fellépésének? Hát ugye rengetegszer halljuk, hogy Magyarországon nincsen demokrácia, jogállam, diktatúra van, elnyomás, jönnek nem sokára a fekete autók, az LMBTQ aktivistákat ellehetetlenítik, és a többi, és a többi. Hát én szeretném mondani, hogy a virágzó magyar szabadságnak és demokráciának, és tehát ideális jogállami állapotoknak a leglátványosabb jele az, hogy a Krúbi a szigeten ilyen jellegű koncertet adhatott. Tehát azért ismerünk autokráciákat, amik egyébként vannak akár Európában, sőt, demokratikus országokat is, ahol véleményükért embereket elüldöznek, ellehetetlenítenek, tulajdonképpen megszakítják a megélhetésüket. Tehát ismerünk egy csomó helyet. Na most gyerekek, 2023-ban Magyarországon, a diktatúrába, az elnyomásba, a ávó és stb. Korszakában egy rendszerkritikus rapper Orbán Viktória királynőnek nevezheti a miniszterelnököt, és látványosan szapulhatja, szíthatja Magyarország legnagyobb fesztiváljának egyik legnagyobb színpadán. Tehát ez a demokrácia, a szólásszabadság, a véleményalkotás szabadságának, a jogállamiságának a legfényesebb, tündöklő bizonyítéka.
Arról nem is beszélve, hogy az egyéb kormánykritikus szereplők iszonyú jól élnek meg különben abban, hogy kormányt kritizálnak, egyik pillanatban kormánypénzen fizetett filmekből veszik föl a giga gázsikat, ilyen műsorban meg, tehát azt mondani, hogy itt diktatúra lenne, vagy bármi ilyesmi, autokratikus törekvés jelen pillanatban Magyarországon, erre fényes bizonyíték a tegnapi fellépés, hogy ez nincsen. Ha már Krúbi Viktória királynőzéséről van szó, nem akarok egózni tényleg az ég adta világon, csak ugye arról beszélt a Puzsé Róbert, hogy én akkor szittam az Orbán rendszert, amikor azt nem volt miért. És most, amikor szídni kéne, akkor meg nem szídom. Hát szeretném mondani, hogy ennek a Krúbi dolognak azért némi nemű előfutára volt egy Pityinger László nevezetű rappernek a képébe, aki 2010 után, amikor az Orbán rendszer kemény központosításba kezdett, és valóban mutogatott diktatórikus hajlamokat, elsősorban az MSZP kormányzás alatt szerzett frusztrációja okán, meg nyilván alakította ki a saját vonulatát, ami nekem nem tetszett. Tehát volt egy ember, aki már akkor női néven illette az ellenfeleit, hangosan kritizált az Orbán rendszert, csinált egy Bazd meg című dalt, Elnök úr című dalt, és a többi, és a többi. Majd ugye volt szoborfejtörténet, és ezek után mindenhonnan kitiltották, betiltották, sehova nem engedték, bíróság elé citálták, 3 évig baszogatták különböző eljárásokkal, és tulajdonképpen a tévészerepléseit megbénították, és a többi, és a többi. Tehát kérdésem a következő. Hogyha velem ez 2010-be, 11-be, 12-be, 13-ba, 14-be, 15-be, 16-ba megtörtént, a Krúbi pedig most a Pepsi-szigeten, vagy mit tudom, milyen szigetnek hívják most, teltházas sátorba, az aktuális hangulatra, ami a fiataloktól teljesen normális és releváns, és mindig kritizálni kell a rendszert, ezt komolyan mondom, tehát erre ráülve a legkeményebb módon szapulja a kormányt, a miniszterelnököt, és ezért komoly gázsit kap. Tehát komoly fellépti gázsit kap. Akkor egy kérdésem van, hogy akkor volt értelme szídni az Orbán rendszert, vagy most, amikor mindenki azt csinál, amit akar. És kurva jól megélnek az emberek az Orbán rendszerbe, azok is, akik szídják a izét. Ezt a rendszert. Tehát kérdezem a Puzsért, hogy akkor melyik a szídásra méltó időpont? Ez csak egy fölvetésem a Krúbi koncertek kapcsolatban. Ezen érdemes elgondolkozni. Na, és akkor, hogy az Orbán rendszerrel kapcsolatban némi nemű betekintést engedjek, mert én azt látom, hogy itt ilyen teljes félreértések vannak azzal kapcsolatban, hogy mi történik. És megint azért van, mert emberek ilyen elveknek, meg eszméknek, meg a saját ilyen komfortérzetüknek az áldozataként nem értik meg, hogy igazából miről szól a játék, és mit tudom én, azért kérnek olyan számon olyan dolgokat az Orbánon, amiket fölösleges számon kérni, mert nincs értelme. Értitek? Tehát, hogy csak hogy értsétek a visszáságot abban, amit beszélek, tehát ugye jelen pillanatban, akik szidják az Orbánt, azok mondjuk most már kezdik kamázni a Gyurcsányt. De ugye, amikor az Orbán azt mondja, hogy ne azt nézzék, amit mondok, hanem azt figyeljék, amit csinálok. Ez egy fontos kinyilatkoztatás arról, hogy hogy működik a politika, magyarán, hogy sokszor a fogalmazás az úgy valósul meg, hogy az emberek fülének tetsze, hogy megtörténhessen a dolog, amit meg kell esetlegesen tenni. Ezek az emberek a Gyurcsányt az Öszödi beszédért most éppen megsüvegelik, aki nyilvánosan hazugságot csinált. Egyébként valamilyen módon ennek a beszédnek a következménye az Orbánnak a kinyilatkoztatása, ugyanis
Magyarországon, de számtalan más országban is, kivéve Buddha földjét, tehát tulajdonképpen az összes földi országról szó van, a Gyurcsány is valamilyen módon, és most ezúton fölmentem a Ferencet, és az Orbánt is, észrevették azt, hogy ha bármilyen sikert a politikában el akarnak érni, és bármit végre akarnak hajtani, és itt most a végrehajtott ténynek a végkimenetele legyen működőképes vagy működőképtelen, ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a népnek hazudni kell. Tehát a Gyurcsány 2006-os hazugságaiért ugyanúgy, mint ahogy az Orbánnak ezen kinyilatkoztatásáért, elsősorban a szavazók, a nép, a rajongó tábora felelős. Mert ők várják el, hogy mindig olyan óta szóljon a rádióból, ami simogatja a fülüket. És tulajdonképpen ezzel be is kalibrálja magát a választó közönség egy szellemi szintre, egy intellektuális szintre, ahol őt kezelni kell. Magyarán a kisgyerekek szintjére. És azért is viselkednek úgy most a különböző szekértáborok, mint a mérges, sértett kisgyerekek, mikor nem kapják meg azt, amit szeretnének. Tehát a politikusoknak a működése az elsősorban arról szól, hogy szavazatot maximalizáljanak, választást nyerjenek, és rájöttek, hogy ehhez hazudni kell. Most már ebbe követi őket a média is, a sajtó is, tehát tulajdonképpen minden oldali média úgy torzítja a híreket, a nyilvánosságot, ahogy az ő rajongó tábora szeretné. Ez így működik. Tehát ilyen módon föl kell mentsem a Gyurcsányt is, mert csak azt csinálta, ami ahhoz szükséges, hogy nyerjen. Az, hogy utána nem jól élt a hatalmával, nem tud kormányozni, nem tud megfelelő módon országot irányítani, az hatalmas hiba. Ez az Orbán esetében meg másképp működött, mert ő ugyanezt mondta, de tudott országot irányítani, meg tudott kormányozni. Na most, amiről pedig szó van, az a rendszernek az értelmezése, tehát a helyes értelmezése, a megértése a dolgoknak, hogy miről van szó. Mert ugye itt sokszor följönnek ezek a kereszténydemokrata dolgok, a Brüsszellel való szembenállás, a különböző ellentétek, a demokratikus jogállami kérdések, és a többi. Na most az az igazság, hogy történnek mindenféle események itt a politikai együttműködésben, és ezért fogok egy nagyon világos és érthető plasztikus metaforával dolgozni, hogy értsétek, és majd még szórakoztató is lesz. De mindez csak a blabla. Oké? Okay? Tehát ez blabla, ez az embereknek szól, ez a közönségnek. Tehát mikor azt mondják, hogy Brüsszellel van egy ellentét, és ezt lekommunikálják drámai hangon, az a jobboldali közönségnek manna, mennyei méz, a baloldaliaknak meg gumicsont, ami rágódhatnak. És akkor így dobnak csontot, úgy dobnak mannát, stb. Tehát ez egy más kérdés. De ami a lényeg? Tehát ugye azt látjuk, hogy a geopolitikában, meg egyébként, ha túlnézünk ezen a mindennapi magyar politikai életen, meg ezen a véleményháborún, ami nagyon szomorú, hogy itt van, ilyen módon, mert én a nemzetegyesítésben hiszek, és szerencsére azt vettem észre, hogy az elmúlt időben tusványosan és a tranziton is történik ilyen jellegű kísérlet, nagy vonalúság az Orbánék meg a Fidesz részéről, hogy beszélni próbálnak a másik oldali emberekkel, és vannak most már érthető és értelmes viták, vannak beszélgetések, vannak eszmecserék, ugye Puzsért is meghívták tusványosra, MSZP-seket, ellenzékieket, most, hogy ezek hogy működnek, az megint rendszerkritika kérdése, ezek az emberek, de legalább van valami beszélgetés, és mindenki beszélgessen mindenkivel. Én ebbe hiszek. De, ami a lényeg, tehát van az a szint, amit mi nem látunk, mint például az orosz-ukrán háborúnak az a szintje, ami a háború fölött van. A háború fölötti szinten az oroszok, az amerikaiak, a kínaiak, az indiaiak, mindenki összeér. A pénzelit összeér.
A háborúból iszonyú pénzeket generál mindenki, gyerekek. Ukrajna még mindig exportál termékeket, ugye, Oroszországnak. Oroszország sátáni olaját indiai feldolgozás után, mintha az megtisztítaná azt a bűnös olajat, fölhasználják az európai országok. Orosz uránnal üzemelnek az amerikai atomerőművek. Szóval az a lényeg, hogy a háború fölötti szinten, ugye ez a közeg együtt dolgozik, persze vannak hatalmi torzsalkodások, hogy mindenhol az emberek dolgoznak, de alapvetően van egy konszenzus arra nézve, hogy minél több pénzt csináljunk együtt a hétköznapi embereknek a nyomorából. Ez a háború fölötti szint. A háború szintjén, és innentől elengedem a háborút, csak ezzel lehet érzékeltetni, vannak tömbök. Tehát mit tudom én, van az EU, Amerikai Egyesült Államok, vannak az oroszok, kínaiak, akkor ilyen BRICS országok, az iszlám országok, azon belül a szuniták, akkor a síták, stb. Afrika, Dél-Kelet-Ázsia, Távol-Kelet, tehát hogy ugye vannak ilyen hatalmi tömbök, ilyen nagy monstrumok. De most mi tudjuk, hogy mi egy 9 milliós ország vagyunk, és hát egy olyan közepes méretű ország, és ami a lényeg, és ezért nem szeretem például ezt a ellenzéki független objektív vakítás, mikor azt mondják, hogy mi a Putyin kutyái vagyunk, meg a Putyin pincsie, hát a példa rá, hogy akkor Amerika is Putyin pincsie, amikor amerikai uránt vesz, és a Putyin meg Ukrajna pincsie, amikor megveszi az ukrán terméket, ami kell neki, az, hogy tovább görgesse a háború. Tehát itt mindenki pincsie, persze vannak nagyobb méretű kutyák, kisebb méretű kutyák, de egy a lényeg, hogy ugye vannak a tömbök, és mi, magyarok, ebbe a nyugat-európai, nyugati tömbbe vagyunk, hogy ez most jó, vagy nem jó, ezt most hagyjuk figyelmen kívül, ez van. NATO van, Európai Unió van, mögötte USA van. Azt ugye látjuk, hogy az Európai Unió egyre kevésbé tudja maga érdekeit képviselni, és ezt én már akkor láttam, amikor ha a repre figyelsz, egy időben 2004-5-6-7-8 közepén körül az amerikai rapperek már nem dollárral flexeltek a klippekbe, hanem euróval. Tehát ott valamit az amerikai elit meglátott és megértett abból, hogy az európai törekvéseket el kell nyomni. Mert mikor már az amerikai rapperek is euróval flexelnek, meg a Tiája Maia Hi, Maia Ho, azt a dalt dolgozza fel ebbe, akkor lehetett látni, hogy olyan európai előtörre törés készül, orosz közreműködéssel, amit Amerika nem akar. De ez most megint geopolitika, nem az Orbán rendszert érinti. Tehát ami a lényeg, hogy mi ebbe a tömbbe vagyunk betagozódva. Ezen belül nagyon sok helyzeti előnyünk van, nagyon jó az elhelyezkedésünk, fontos a légterünk, fontosak a rajtunk áthaladó utak, fontos a stratégiai ugye pozíciónk, és hát rengeteg kedvezményt nyújtunk egyébként a nyugat-európai országoknak és azoknak a cégeinek. Ezt ne felejtsétek, ezt az Orbánék is. Na most ami a lényeg? Tehát mikor jön ez a Brüsszel, ezt mondta, meg azt mondta, meg amaz mondta, tehát hogy akkor az Orbán azt mondta, hogy nem írja alá a szankciót, azt mégis aláírta, meg ezt csinálta, azt csinálta, hogy ez hogy néz ki, és most szánszándékkal a Don Veto miatt, csak meg ne halljam ezt is egy krubi számba, a Don Veto miatt most direkt élek ilyen példával, úgyis szeretitek ezt a mafiázást, meg mindent. Tehát nem tudom, hányan néztétek a Mafiózók című sorozatot, mert ezen keresztül meg fogjátok érteni, hogy miről szól az Orbánnak a rendszere, és hogy miért a lehető legműködőképesebb miniszterelnöke Magyarországnak, az újkori Magyarország történelmében az Orbán Viktor, addig, amíg nem jön egy nála is alkalmasabb figura. Tehát aki látta a Mafiózók című filmet, az tudja, hogy a Tony Soprano az egy New Jersey városbeli, illetve New Jersey állambeli családnak a főnöke.
Ez egyébként azt hiszem az April család a filmben. A valóságban ez a De Cavalcante család, ez egy New Jersey család volt. Egyébként a legősibb mafia család New York állam történetben. Tehát ez volt Amerika első mafia családja, a De Cavalcante család, ami New Jersey-ben van, róluk mintázták a szopránokat. Ők New Jersey-ben tevékenykedtek, ez a lényeg. Nem volt ez egy nagyszámú család, tehát tulajdonképpen olyan 40-50 beavatott ember volt benne, aki belső tag volt, méreteit illetően, és ugye mit tudom én, hány ilyen együttműködő, hozzájuk kötődő ember, ugye, akiket associate-nek hívnak. Tehát mondjuk úgy, hogy a Tony Soprano egy 60 fős New Jersey családba a főnök, oké? Ő New Jersey-ben van. Ben New Yorkban van az öt család. Gambino, Colombo, Genovese, Bonanno, Lucchese. Na most, ugye ott beavatottból is több száz vagy ezres szám van, de hát együttműködőkből, meg velük együtt dolgozó associate-ekből, meg kapcsolatokból tízezer, százezer számra vannak az emberek, a kapcsolataik behálózzák az egész Egyesült Államokat, stb. Ezzel most a méret arányosan mutatom, hogy tulajdonképpen úgy képzeljétek el, hogy New York, az az Európai Unió, mögötte az USA, ez a nagy tömb, ahova mi tartozunk, és Jersey, a szopránok, ez pedig mondjuk Magyarország. Egy 60 fős kis mafia család. De most nem, tehát ezt direkt mondom így, hogy érdekes, izgalmas legyen, meg ezen keresztül érthető. Na most, ha valaki megnézi a Sopranos című sorozatot, akkor tulajdonképpen látja azt, hogy a Tony Soprano zsenialitása, csak úgy, mint az Orbán Viktoré, az abban rejlik, hogy tisztában van azzal, hogy ő New York-kal dolgozik együtt. Realistaként, pragmatikus vezetőként, aki a családjának a lehető legjobbat és legtöbbet akar, és magának is, meg a közvetlen körének, hogy a legnagyobbat tudják szeletként levágni a tortából, nyugtáznia kell azt, hogy a passzát szelet nem ő fújja. Tehát a passzát szelet nem ő fújja, de a személyes adottságai miatt, illetve kapcsolatteremtő készsége miatt, hadvezéri tehetsége miatt, ugye egy ilyen folyamatos cicaha, ilyen elereszt, húz meg elereszt harcban van, illetve együttműködésben van New York-kal. Tehát együtt dolgoznak, de kialakít magának egy olyan respektet, egy olyan működési modellt, aminek a kapcsán a különböző együttműködésekben New York-kal ugye mindig úgy köti meg a konszenzusokat, úgy talál kompromisszumot, akár összetűzések után is olyan megállapodásokat köt, aminek a kapcsán ugye a Soprano család a sorozatban egyre erősebb lesz. Tulajdonképpen annyira erős lesz, hogy ha nézted a sorozatot, hogy New Yorkba már elkezdik firtatni, hogy mi szükség van Jersey-be erre az emberre. De utána mindig a józanész meggyőzi őket, hogy a Jersey főnök az jól teszi a dolgát. Na most tovább nyúlva ebbe, ugye a sorozatban akkor vesz tragikus fordulatot a történet, amikor a Tony ugye buktat egy királyt, egy New Yorki főnököt, és akkor leveszik az asztalról. Ugye itt ez is az Orbánra való hasonlattal élve, tehát az Orbán, amíg meg tudja őrizni ezt a penge élén való táncát, amivel képes vétózni, ellentmondani, úgy, hogy aztán megállapodást köthessen belőle olyat, ami Magyarországnak a lehető legtöbbet vágja, a legnagyobb szeletet vágja ki a tortából, addig működőképes. Ha már olyan pozícióra törne, ahol a igazi nagyokat próbálná kimozdítani a trónról, akkor levennék. Ez nem is lehet egyébként józanésszel célja. De az lehet a célja, hogy a pályán
a sakkpályán minimum egy ló vagy egy bástya színvonalára tudjon emelkedni ennek a 9 milliós országnak a vezetőjeként. Akár. Ez benne van. Mert megvan a tehetsége ehhez. És most akkor visszatérve a valódi szitura. Tehát mi az, amit látunk? Hogy itt ebbe a rendszerbe, magyarán, elkezdték érezni, hogy ez az ember erős. Tudja képviselni az országának a hozzákapcsolódó üzleti körnek, politikai körnek, a családjának és magának az érdekét az európai fronton. Ahol ezt mindenki más is igyekszik megtenni, az összes ország összes vezetője, összes népével együtt. És tud úgy működni, hogy megszerzi magának és a körének, az országának, amit akar. Mi történt? Ugye mit tudom én, hány nyerés után elkezdtek kísérleteket tenni arra, hogy kimozdítsák a hatalmából. Na most például itt van ez az akkumulátorgyár történet. Na most miért bárki félreértené, én az elektromos autók térnyerését teljesen fölösleges dolognak tartom, és zsákutca. Tehát csak arról szól, hogy adtunk egy pofont a kapitalizmusnak, majd erről beszélek különben, hogy miért van az, hogy a zöld politika és a zöld politikai tényezők a legképmutatóbb emberek közé tartoznak a politikai életbe. Esküszöm. Tehát majd ezt elmagyarázom vallás filozófiai alapon, de erre most nem térek ki. Szerintem ez egy fölösleges kör. A vége úgyis a hidrogén meghajtás lesz, de most ez van. Tehát ugye az embereknek mindig egy új termék kell. Mi az alapvető dolog a kereskedelembe? Hogyha fönn akarod tartani a piacnak a forgását, akkor mindig találj ki új brendeket, új terméket. Az elektromos autó az új termék, aminek a nevében most föl fog lendülni a kapitalizmus. Miért fog föl lendülni a kapitalizmus? Azért fog föllendülni a kapitalizmus, mert itt ellentétben azokkal, akik Great Resetet prognosztizálnak, ezen sokat gondolkodtam, nem fog létrejönni az, amit Macron mond, hogy elszegényedik Európa lakossága, meg ilyenek lesznek, mert az európai emberek és az észak-amerikai emberek nem tudnak szegénységbe élni. Tehát egész egyszerűen a szegénységet nem lesznek képesek túlélni, hiszen annyira készségeiket vesztett emberek, hogy egy kihívásokkal teli világba a fele meghal azonnal. A másik fele meg megeszi a másikat. Tehát fönn kell tartani a gazdagságot, mert ha a gazdagság Európa szerte Amerikában megroppan, akkor omlanak be a kormányok. Semmilyen más esetben. Amíg a gazdagság megvan, lehet, hogy a Krúbi kimegy a szigetre, az puffog, hogy Orbán szar, meg minden, de amíg gazdagság van, addig ez lesz a legtöbb. Ahogy szegénység jön, akkor pedig föltámad a tenger, a nép tengere, és aztán a vihar, meg az óceán minden maga alá temet. Így is be fog szakadni Európa, tehetnek bármit a kormányok, harcolhatnak a genderizmus ellen, meg tarthatják fönn a jólétet. A jólét, a léhasság, a lustaság, és egyébként ez a fajta ilyen pszichotikus állapot, amiben a társadalom van most, ez ki fogja termelni azt, hogy az immunrendszer a társadalmaknak meg fog gyengülni, a nyugat-európai társadalmaknak, már most meg van gyengülve, tehát ez a fajta például érzékenyítés, ami most megy, ez mindenre mutató jel, és alapvetően egy idő után annyira elgyengülnek ezek a társadalmak, hogy a barbár hordák idézőjelben véve csak át kell, hogy gyalogoljanak rajtuk. Semmit nem kell csinálniuk. Elég, hogyha oda jönnek, és ezek a társadalmak beszakadnak maguktól. De ez egy hosszabb folyamat így. A gazdagságot jelen pillanatban föl kell tartani, mert az igazi szegénység az az, ami a világ 90%-ában van, akik azért szegények, hogy itt gazdagok legyenek, még a zöldek is, és ott napi egy-másfél dollárból élnek. Vagy most beszélgettem egy Szíriából jött taxissal, aki elmondta, hogy Szíriában egy ember egy hónapig 20 dollárért dolgozik. Itt meg még a szegény ember is kövér. Hát neki nem a bamba van a pénze, hanem a hasába. Maradjunk ennyibe. Tehát, hogy mi nem tudjuk, hogy mi az a fajta szegénység,
ami az igazi szegénység. A fiataloknak meg már hírük hamva nincs róla. Tehát azok túlélni egy olyan világot, ahol nem ez a testpecség van, sansztalan. Tehát fönn kell tartani ezt a gazdagságot, tolni kell a passzív jövedelmeket. Most egy kicsit megijesztik a világot, hogy jaj, háború, meg vírus, meg minden szar, de előbb-utóbb vissza kell állítani, mert a szegénységbe beledőlnek a kormányok. Nincs más útjuk. Tehát ha máshogy nem lehet, akkor gyártani kell a gazdagságot. És ezzel már Kína nyert is. Már most megnyerte az egészet. De vissza a témára, tehát elektromos autó, akkumulátorok, STB. Tehát ugye ez az új trend. Na most sokan, itt például nyavajognak, hogy sok az akkumulátor gyár, amiért egyébként Franciaországban is versengenek, Németországban mindenhol alig várják, hogy vigyék az akkumulátor gyárakat. Na most, ha értelmezitek azt a példát, amit az előbb elmondtam, tehát az akkumulátorok pont arra adnak lehetőséget az Orbán Viktornak és a Tony Sopranónak is New Jersey-ben, hogy megteremtse az újabb általa működőképesnek, Magyarország számára működőképesnek vélt konszenzusok megteremtésére a lehetőséget. Ugyanis, hogyha elkezdik csesztetni Magyarországot a magállamokból, Németország, Franciaország, és tényleg nekünk fordulnak, és azt mondják, hogy elvinnék a cégeket, meg stb. Tehát, hogy mikor ma, tehát mert most még a politikai elit szemétkedik, de hogyha például beleállnának a cégek is, akkor most megint azt tudja mondani, hogy menjetek. Nyugodtan. Mi meg vagyunk ebből is. Sőt, a szarotokhoz mi adjuk az akkumulátort. Tehát óvatosan vagánykodjatok, próbáljatok olyan alkut kínálni, ami nekünk megfelelő. Tehát például az akkumulátorgyár az erre adja meg a lehetőséget ennek a kormánynak, meg az Orbánnak, meg ennek a hatalomnak, hogy tovább tudja képviselni a EU-n, meg a nyugati tömbön belül, aminek tagja, és egyébként amíg megfelelő konszenzust kap, meg megkapja azt, amit az országnak szeretne, alá fogja írni a szankciót. Ha odáig menne a dolog, hogy kenyértörés van és katonát kéne küldeni, még katonát is küldene, ha olyan alkut kapna cserébe, ami az országnak megéri. Mondjuk egy katona küldő szituban már nem lehet jó alkut kütni. Ha Magyarországnak katonát kéne küldeni, ott akkor a baj lenne, hogy ott már nem is érdemes alkudozni. De, tehát az a lényeg, persze, hogy együttműködik velük, ebben semmi nagy dolog nincs. Hát nem is képzel el mást, mint együttműködést ezekkel. Csak ő nem úgy akar velük együttműködni, hogy mondjuk az ellenzék, hanem úgy akar együttműködni, hogy az ország kapjon is valamit, és sose nem is volt másról szó. Soha az életbe. Mindegy, hogy Brüsszel, mindegy, hogy keresztényezés, mindegy, hogy szidják a gender, mit tud csinálni a genderrel. Magyarországon ugyanúgy megy a subidubi rókaprém, más is buzi, nem csak én. A legmenőbb sztárok, Cilla, Lakatos Márk, egyem a szívüket, Nori Nadájmund a TikTokon, Viszperton, az amerikai nagykövet, mind ratyi. Valljuk be, hát most őszintén, mi a franc bajuk van? Semmi. Ugyanúgy jönnek a trendek, ugyanaz a népszerű a gyerekek között, ugyanúgy érzékenyítés van, ugyanúgy az összes nyugati trend itt dívik. Annyit tud, hogy esetleg megfogalmazza, hogy hát ez így nem oké. Ez egy irányvonal. De ezen a tömbön belül maximum arra törekedhet, hogy ezt a dolgot olyan mederbe tartsa, ami még kezelhető, tehát nem vezet a társadalom teljes széthullásához, ami majd be fog következni előbb-utóbb, ha csak nem ébrednek föl az emberek, nem felvilágosodnak, hanem megvilágosodnak, és újra a helyükön kezelik magukat a világba, de addig is, hogy működőképesen tartsa az országot, hogy ne egy kiszolgáló csicska nép legyünk, aki bólogatva mindent aláír, és minden úgy jó, ahogy mondják. Mert ugye mi van szembe az Orbánnal ellenzékként? Tehát egy bólogatás, amit baloldali ellenzéknek hívnak, ami nem baloldal az, baloldali, az a lényeg, hogy bólogatni,
mindent aláírni, csak a nyugat jó, úgy jó, ahogy jó, kritika nélkül mindent elfogadni. Semmi másról nem szól. Az egész. Tehát minden igen, igen, úgy van, jó, küldjük, csináljuk, azt szeretnék, oké. Okay. Tehát hallottatok ti bármiféle nyugat kritikát? Tehát én értem, hogy az Orbánnak kritizálják a autógyárakat, az akkumulátorgyárat, a vonatot, a mindent kritizálnak, csak egy kérdésem van, és ezt még a mi hazánknak is nyugodtan fölteszem. Mondjuk a mi hazánk az mondjuk kritizálja ezt a kapitalizmust, a baloldali ellenzék nem. De hogy akkor mit fognak másképp csinálni, mint az Orbán? Mert ha minden jó úgy, ahogy a nyugat mondja, akkor még annyi szakszervezet se lesz, amennyi most van. Mert a nyugat azt szeretné, hogy akkor vetheted be a földet, amikor ők mondják, oda azt építhetsz, amit ő akar, oda olyan gyárat húzol, amit ő akar, a munkaerő úgy vállalja, hogy ő szeretné. Tehát, hogy őt, az Orbán itt csak keresztbe tesz ennek, ha nem is olyan mértékben, hogy egyébként esetleg kéne, de ő ennek csak keresztbe tesz. Tehát ennél ez az ellenzék csak jobban szolgálna ezt ki. Akkor az elégedettek lennétek, mert csöpögtetnének Európai Uniós pénzt, azt nem fognak, mert azt már elköltötték fegyverre. Tehát azt nyomtatni kell majd. Tehát ezt kritizálni csak egy még radikálisabb oldalról lehet, hogy fogom magam, és hogy ezt se csinálom meg. Ezt se csinálom, ezt se csinálom. Mint mondjuk, ahogy mondja a mi hazánk. Na jó, de ha megválasztanák, Torockai Laci lenne a miniszterelnök, és másnap csörögne a telefon, jó, figyelj, Laci, szeretnéd, ha megszűnne 40 ezer munkahelyét meg itt? És akkor egyből mondaná, hogy hát azért akkor hogy kéne ezt átadni úgy, hogy mi ne sérüljünk benne? Tehát tulajdonképpen ugye az a lényeg, hogy itt ugye adott egy helyzetünk egy tömbön belül, és van nekünk egy olyan vezetőnk, aki egy nagyon komoly kötéltáncot folytat. És ez a kötéltánc, ez azért zajlik, hogy az országnak, az Európai Unió, meg nyugati kultúra nevű tortából minél nagyobb szeletet tudjon kivágni, attól függetlenül, hogy épp mekkora a torta. De ő nem képzeli el azt, hogy ebben ne lenne. Tehát ő nem gondolkodik most, vagy akár még egy svájci módszerbe. Tehát ő mondjuk ez egy zenmester ez az ember, értitek? Tehát teljesen tudatosan átlátva folyik a történet, és ugye itt megint azért van ez az akugyáras csavar, mert a jelenlegi trend szerint, amit az egész világ csinál, tehát ebben mindenkiben a nagy klímavédő nyugat, értitek? Ennek a nevében zsákmányolják ki majd most Afrikát például, meg Ázsiát. Meg ennek a nevében lesz most a gyerekmunka, meg a gyémán nyakláncodon, érted, vagy akármint a Sierra Leone-ba kibányászott gyémán. Tehát ez most ennek le, ezt most ezt tolják, és most akkor ebből kell kihozni. Tehát az Orbán az pragmatikus. Majd, hogy a földet hogy kell megvédeni, vagy nem kell, arról csinálok majd más videót, de ami a lényeg, hogy ez erről szól. Ami pedig az itthoni kritikák. Tehát itt megint csak az van, hogy ami a hazugság a kapcsolatban, hogy a oligarchákkal, meg a baj van ezekkel a körülöttől lévő emberekkel, meg stábokkal, meg stb. Tehát semmilyen kormányzást és rendszert nem lehet működtetni együttműködő partnerek nélkül. Kell a kiszolgáló személyzet, kell a tőkés réteg, kell minden. Na most az Orbánnak valamilyen módon a tragédiája következő, mert az nyilvánvaló, hogy ezt nem a pénzért csinálja, mert nem tudom elképzelni, hogy akármennyi is pénze is legyen, ő neki ebben élvezete legyen. Tehát nem ő ül a 27 milliárdos jakton, érted? Nem ő, tehát mit csinál, egy hátizsákkal mászkál, értitek, reggeltől estig, 4-kor kell, és 4-kor, és 2-kor fekszik, értitek? Tehát az ember 2 órát alszik, és vérkomoly gondokkal van lefoglalva. De ez minden miniszterelnökre igaz, talán még a Gyurcsánya is, csak az néha tartott szünetet, hogy táncoljon. De most az a lényeg, hogy viszont együttműködők kellenek. És itt megint az a baj, gyerekek, hogy az együttműködők, azok ugyanabból a közegből kerülnek itt. Tehát ez a magyar közeg. Ez az általános magyar mentalitás, tehát amit tudom, hogy nagyon fájdalmas, hogy nem vagy benne. Meg neked nem jut belőle.
meg nem kapsz belőle, úgy érzed. De az az igazság, hogy az összes több is ugyanezt csinálná, sőt, ugyanezt csinálja az összes oldalon. Tehát először ki kéne termelni egy olyan minőségű ember réteget, vagy egy generációt, ami mellett lehet csinálni tiszta, átlátható folyamatokat. Tehát az Orbánnak ugye egyrészt vannak azok a fajta elképzelések, hogy jó, megerősített a tőkés réteget, ez olyan, amilyen. Olyan magyar. Tehát ugyanolyan, mint amikor 90-ben kim voltam, Las Vegasba, vagy 91-ben, anyukám még elküldtek, és mikor mentél a Las Vegas-i kaszinóba, láttad, hogy jönnek a magyarok, mert egyedül azok voltak suhogós joggingba, és kiabáltak. Tehát ez az igazság. Ez akkor is így volt, most is így van. Ezt beállíthatjuk itt magunkat, mint valami kultúrnemzet, vannak nagyjaink, meg stb., de az általános mentalitásunk ez, az egész stílusunk, a harácsolás, ugye ugyanez egyébként az adósságcsapda, a euróval, meg minden. Tehát én értem, hogy a bankok nem tartották a forint árfolyamat, de most őszintén, minden lakótelepen, minden parkolóban, minden családnál három leasingelt autó állt. Tehát valljuk be, hogy ez jellemző, ezt így csináljuk, és ugyanez ez a nagyzolás, amit csinálnak ezek a gazdaggá vált emberek. Tehát az az igazság, hogy a gazdagság az úgy tud igazán működni, ha stílusa is van az embernek mellé, és hát sajnos úrnak születni kell, a paraszt meg terem, mint a gomba. Persze gombából is lehet úr, megfelelő figyelemmel és működéssel, de ez nagyon kevesekre jellemző. Na most ugye az Orbánnak két vonal van, mert az egyik az, hogy van egy törekvése, hogy ezt az országot valahova vigye. Most nem biztos, hogy ebben 100%-ig egyetértünk, meg így képzeljük el, mert jó magam például, én egy kis államban lennék egy érdekelt, értitek? Nekem azt tetszik. Én mikor egy baloldali azt mondja, hogy szabadság, testvériség, egyenlőség, hát ezzel nem, azért nem tudok egyet érteni, mert a szabadság oké, okay, szabad akarat, ebben benne vagyok, a pillanatban a szabadság van, ez alapérték, oké. Okay. Testvériség? Persze, mindannyian rokonok vagyunk, emberek vagyunk, testvérek, vér folyik az ereinkbe, ugyanaz a genetikánk, egymás nélkül nem létezünk a világon, tehát testvérek is vagyunk, oké. Okay. Egyenlőség? Lehetetlen. Nincs. Aki egyenlőséget hazudik, az tulajdonképpen kétségbe vonja az egóba manifestálódott világot. Az ebben a világban nincs. De ha valaki azt mondja, hogy esélyegyenlőség, tehát, hogy mindenkinek megadatik az esély, hogy tegyen magáért, cselekedjen, dolgozzon, legyen bejárása az egyetemre, elindulhasson a versenybe, ha valaki esélyegyenlőséggel házal, nálam, az tök oké. Okay. Aki kicsi állammal házal, az is tök oké. Okay. Aki az embereknek nagyobb szabadságot hagy, és akkor jelenik meg, amikor megoldandó probléma van, tök oké. Okay. Ez tetszik. Na de meg lehet ezt Magyarországon csinálni? Ha meg akart az Orbán csinálni. Tehát itt egy joviális polgári demokráciát akartak csinálni 98 és 2002 között, és az emberek ezt tulajdonképpen megbuktatták. Tehát itt megint az van, hogy az Orbánnak volt egy célja Magyarországgal, ami szerintem nem változott, csak egész egyszerűen meg lett mérve ez az elképzelés, és utána rájöttek, hogy ez kurvára nem működik, és nektek ez kell, ami most van. És tulajdonképpen azért is van, hogy szidják, hát azért szidják, amiért az Isten, mert könnyebb szidni az Orbán, mint tenni a saját sorsomért. Hát őszintén szóval egy embernek reggeltől estig az Orbánról szól az élete, bazd meg, ott kurva nagy baj van. Ha azzal fekszel, azzal kezd, ha azt hiszed, hogy azért válsz a feleségedtől, hogy azért nincs pénz, mert az Orbán, bazd meg. Hát azért a magyar gazdasági kérdéseket is lehet itt vakítani ilyen embereknek hülye dumákkal, de azért valljuk be, szóval azért összetettség van a világban, itt komoly folyamatok vannak, együttműködések, rendszereket vágnak szét, vagy ragasztanak össze. Hát pillanat minden szét van szórva. Az egész világ így működik, totális összefüggés. Ez a globalizáció, hogy egy érrendszer lett a világ. Ha bármit elvágnak, nem jut a vérből oda a másik területre. És abból jön a stroke.
Hát ez ilyen egyszerű, de ez nem úgy működik, hogy Orbán miatt van infláció, Orbán miatt, nem, rengeteg tényező van. És rengeteg olyan tényező van, amit nem is látunk. És ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne jobban csinálni, vagy ne lehetne működőképpen. De tessék, bekapcsolódik, én megmondtam, látjátok, a közértben, ha nem veszitek meg az árucikket, elkezd lemenni az ára. Ez a szabad piacgazdaság. A szabad piacgazdaságban, a szabadságban, barátom, ott a te hátadon van a legnagyobb súly, a legnagyobb kereszt. Az a szabadság, a legnagyobb kereszt, amit a Golgotára vihetsz, mert ott te döntöd el, hogy osztod be a pénzed, hogy tanulsz az iskolába, elvégzed-e az egyetemet, jó szakmát tanulsz-e, szorgalmas vagy-e, vagy egy lusta fasz. És mikor lusta fasz vagy, akkor utáltad az Orbán, mert lusta voltál. Mit csináltál volna a Gyurcsány kormány alatt, bazd meg? Amikor két havonta volt új 4 éves terv, mert azt se tudták, hogy merre arca. Ezért tud még mindig az Orbán, a Gyurcsány a szembe fellépni megfelelően, mert annyira nem voltak képbe, és most sincsenek képbe, semmelyik önkormányzatban se. Az lenne jó, ha abban lennének, mert akkor megfelelő méltó versenytárs lennének. Hát most is fölemelik őket a versenytárs szerepébe, hogy elkezdtek velük beszélgetni, legalább ezek nagyvonalúak, és hát ha beszélgetnek, akkor kialakul egy olyan versenyszerep, hogy elkezdenek alternatív működést produkálni, és akkor abból lehet egészséges politika Magyarországon. De hogy lehetne egészséges politika Magyarországon, mikor a néző közönség is beteg? Valljuk be. Tehát most, hogy értsétek, ez a tragédia, hogy akar valamit a csávó csinálni, de közben ezzel az emberi minőséggel kell együtt dolgozni. És ezzel nem az egyéneket akarom bántani, tehát félre ne értse senki. Én le se szarom, hogy a Mészáros Lőrinc egy 27 milliárdos jakton ül. Kutya faszát nem érdekli. Nem irigylem tőle. Nem mindegy, hogy a Lupán egy matracon ülök, vagy egy 27 milliárdos jakton, vagy egy 100 milliós hajón ülök, vagy egy teljes. Ha valami zavar, hogy a Gágyi Hell kávét iszik a fedélzete, mert egy 27 milliárdos jakton azért nem azt iszok, érted? Tehát Hell kávét azt iszok a bevásárló centrumba, vagy mikor kijöttem a kis közérből. De ha fizetett érte a Hell nagyon sokat, akkor jó, meg kurva nagy reklám volt. De engem nem érdekel. Vagyonos ember, se ráadásul a banké a hajó, meg minden. Kit érdekel? Tehát nem ez a lényeg. Az a baj, hogy ez valakit izgat, meg érdekli. Tehát azért kíváncsi lennék, hogy hányan tudnátok működtetni azt az infrastruktúrát, ami egy 27 milliárdos jaktot fenntart. Kinek van egyébként olyan stábja, vagy ki tud olyan birodalmat felépíteni, vagy ki ér el abba a pozícióba, hogy föl tudják rakni. A Lőrinc ügyes volt. Ő jól tudott barátkozni. Ez is egy hatalmas tehetség. Ha csak ezért van ott, akkor jól csinálta, ügyes volt. Tessék megtanulni tőle kapcsolatot teremteni. Ennyi. És akkor minden jó lesz, érted? Kedvesebben beszélgetni egymásra. De most az a lényeg, hogy mondom, nem az egyéneket bántom, mert akkor bánthatnék mindenkit. Senkit nem akarok bántani, az ember ilyen vágyai vannak, céljai vannak, és ezt mindig a maga kultúrkörének, meg közegének megfelelően hajtja végre. Mi ilyenek vagyunk, ez egy tükör. És nem róluk, ők tartják nekünk. Azért nézünk bele. Majd, ha más lesz az igény, más fognak játszani. Mert a szó politika most már szórakoztatóipar. És a célok, azok a szórakoztatóipar alatt működnek. És mondom, ami a lényeg, ezért is éltem a Tony Soprano hasonlattal, mert tudtam, hogy erre kattan az agy, hogy mafia, meg minden. De nem a mafia a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a Viktor az egy olyan ember, aki a talentumával, meg a tehetségével tudja biztosítani egy sokkal nagyobb tömbbel szembe egy kisebbnek az érvényesülését. Mindenkinek nem lesz jó alatta se. Ez az igazság. Sőt, ha olyan dolgok lesznek, amik nehezítik az életet, akkor bizony itt is lesznek meghúzva olyan döntések, amikre húzni fogjuk a szánkat. Ez van. De ettől függetlenül ezért tud működni az ország. És erről szól ez az Orbán rendszer. Az, hogy mik vannak a közönségnek előadva, kereszténység, meg a ízés, akkor jön, de ott is van meleg, de ott is van. Persze, hogy van. Minden van. Nem érdekes. Minden jelenség van. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi a törtetésnek, vagy a törekvésnek a célja. Az mi működteti.
mi az üzenet, mi a folyam, értitek? És ez, tehát itt nem az van, hogy, tehát ez nem úgy, hogy van ez a világelit, és akkor valaki gyál vele szembe, és mondja, én nem. Tehát ugye ezt nem gondoljuk komolyan. Ő neki ezekkel kell dolgozni. Mindenkinek. Hát ez az egész elit együtt dolgozik. Ez a nagy illuminátus, vagy tök mindegy. És ha a torockai meg lesz választva, ő ugyanezekkel fog dolgozni, mert ha nem ezekkel dolgozik, akkor Magyarország nem az unióból lép ki, hanem a világból. Értitek? Tehát a világ így működik. És ezen belül kell megtalálni azt a lehetőséget, hogy működtetni lehessen. És erről szól az Orbán rendszer. És ezen a helyi értéken érdemes értelmezni azt, hogy mi és hogy történik. Meg azon, hogy itt 9 millió ember él, és egy olyan értelembe vett szabad piacra, amiről beszélnek azok, akik egyébként ebben a jogállamtalan diktatúrában kiválóan megélnek, és vagyonokat halmoznak föl, az ország lakossága nem alkalmas. Tehát ilyen, itt mindig erős állam lesz, éppen ezért, plusz az emberi tényező miatt, mert az emberi tényező alkalmatlan szabadság megélésére. Ezt napról napra, hétről hétre bizonyítja. Tehát nem csak akkor bizonyítja, amikor 50-szer megválaszt az Orbán Viktort kétharmaddal, hanem azzal is bizonyítja, hogy ilyen elánnal gyűlöli az Orbán Viktort. Mert mindig az Orbán Viktorként, Viktorhoz isteni jelenségként viszonyul. Tehát úgy értelmezi. Mert emberben csak Isten, király, meg a szülei tudnak ilyen érzelmi spektrumot kiváltani, meg a feleség, tehát akikhez nagyon kötődik, akik napok az égen. Máshoz nem. És az azt bizonyítja, hogy az autonóm gondolkodása, működése nem elég fejlett ahhoz, hogy önjáró jogán működőképes legyen a társadalomban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ha tetszett, osszátok meg ezt a videót, és akkor majd jövök a többivel. Csácsumi, csácsumi. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz.